tudtam. Tudtam, hogy egyszer eljön majd az a nap, hogy már nem fogsz annyit jelenteni nekem. Pedig, hogy szerettelek, és hogy vágytam rád annak idején. És tudom, hogy még nincs vége, de egyszer eljön a nap, hogy elváljunk egymástól. Pedig olyan szép. Nézzétek meg. Sziasztok! Elég az érzelgőségből. Itt Csermák Szabolcs, etikus hacker, és a mai részen beszéljünk egy kicsit a Red Teamről, Blue Teamről, illetve hogy mi az egész dolog ezzel a cehes papírral, és miért búcsúzkodom tőle ennyire. De ezt majd a végén. Na de először is öntsünk tiszta vizet a pohárba, és nézzük meg, hogy mi az a Red Team, meg Blue Team, mert nagyon sokan ezt nem tudják, úgyhogy nézzük is meg, hogy miről van szó. A Red Team, Blue Team, vagy vörös csapat, kék csapat elnevezés, mint oly sok más, eredetileg a hadseregből került át a hackerek nyelvezetébe. A hadseregben ugye arról van szó, hogy két csapatra oszlanak, vörös egy kék csapat, és a vörös csapat az megpróbálja a képességeit kihasználva támadni a célpontot, a kék csapat pedig megpróbálja a képességeit kihasználva megvédeni a célpontot, tehát mint két ellenséges csapat vannak, persze nem lődik egymást halomra, de imitálják a háborús helyzetet. Na, az IT biztonságnál gyakorlatilag ugyanaz a felállás. A Red Team, vagy vörös csapat, az tipikusan mondjuk a pentesterek, akik azért vannak, hogy kívülről próbáljanak meg bejutni egy rendszerbe, próbálják meg azt exploitálni, próbáljanak meg sebezhetőséget találni, adatot kijárni, stb. A legjobb ilyenkor, hogyha egy cég szeretne egy penetration tesztet, hogyha ez a Red Team, ez külsős, tehát a külsős csapat, ez a Red Team, ez minden olyan eszközt be fog vetni, amit csak be kell vetnie egy esetleges támadónak, természetesen itt normális célok vezérlik, nem az, hogy kárt okozzon, de nincsen tudomása mondjuk a cégen belüli védelmi intézkedésekről és funkciókról. Ugyanakkor minden megengedett, a social engineering, a phishing, egyszerűen minden, amit egy valós támadó is használhatna. A másik oldalon a Blue Team, aki benn ül a cégben, és próbálnak reagálni a támadásokra. Egyrészt ugye nekik feladatuk az, hogy fölkonfigurálják úgy a rendszert, hogy az minél ellenállóbb legyen, beállítsák az IDS, IPS-t, IDS Intrusion Detection System, az IPS meg a Prevention System, tehát az egyik detektál, a másik megakadályoz, hogy kicsit erősebbé tegyék a konfigot, és amikor elkezdődik a támadás, akkor figyelve a jeleket, mindig folyamatosan alkalmazkodva próbálják meg minél nagyobb hatékonysággal kiszűrni a támadásokat, megnehezíteni a támadónak a dolgát. Tehát erről szól a Red Team meg a Blue Team. És akkor térjünk vissza most az én kis kedvesemhez, ehhez a zoklevéhez. Igen, így. Ez az oklevelet 2013. szeptember 10-én szereztem. Ez volt az első, ám nem utolsó vizsgám, ami IT biztonsággal kapcsolatos. És nagyon vártam ezt a vizsgát, nagyon imádtam a fölkészülést, a tanfolyamot, imádtam, hogy Zsíros Petya tanított minket, még a Net Akadémiánál, és amennyire szerettem ezt az egészet, egy kicsit csalódás volt nekem a vizsga. Mert a vizsga az viszonylag hosszú, 4 órás, de igazából egy felületválasztós teszt van benne. Szerintem ez a mai napig így van. Úgyhogy igazából a CEH vizsga, vagy a Certified Ethical Hacker vizsga, amit az EC Council-tól lehet megszerezni, legyen csak CEH, ezen túl már egyszerűbb így röviden kimondani. Na szóval ez a vizsga, ez igazából arra jó, hogy megkapirgáld a felszínt, legyen valami tudásod,
tud, hogy milyen opciók vannak, de ez inkább elméleti. És mondjuk egy blue teamesnek valószínűleg nagyobb hasznára válik egy céges vizsga, mint egy red teamesnek. Én viszont sokkal inkább tartom magam vörös csapatba valónak, támadónak, támadó mentalitással. Ami nem azt jelenti, hogy én nem vagyok képes védekezni, de nekem a fókusz azon van, hogy rendszereket támadjak. És az ilyen jellegű melókra viszont az iszikanszilos vizsga az nem az igazi. Mert hogy oké, van áttekintésem így nagyon sok mindenről, meg magamat képezve jutottam odáig, hogy a CHS vizsgával én már végeztem auditokat, és elég jó hatékonysággal, tehát mindig nagy megelégedésre törtem föl rendszereket, ami így tényleg jó volt számomra, de amikor megcsináltam tavaly az OSCP vizsgát, ami egy, van a felkészülésnél egy laborkörnyezet, utána van egy 24-24 órás vizsgát, ahol föl kell törnöd gépet. Nem tesztet kell írnod, meg kérdésekre válaszolni, hanem gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat. A felkészülés alatt is gyakorlat, 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 a vizsgán is gyakorlat, 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 nyomás alatt. Tehát, ehhez képest az iszikánszeros vizsga az, hát igen, mondjuk úgy, hogy értelmét vesztette. És igazából, ami egy kicsit fájó nekem az iszikánszillal kapcsolatban, az az, hogy az iszikánszeros vizsgát, bár én azt gondolom most már, hogy közel sem ad annyit, mint az OSCP, 3 évente meg kell újítani. Folyamatosan krediteket kell gyűjtened, és ha nincs meg a 120 kredited a 3 év végére, akkor ugrik a CHS minősítésed. Ezt megspékelték néhány évvel ezelőtt még azzal is, hogy ha már ilyen meghosszabbított CHS minősítésed van, akkor fizessél már légy szíves évente $80. Ami igazából nem fáj, mert $80, mint 25 ezer forint évente, az ember kiköhögi, hogy IT biztonsággal foglalkozik, de maga a tudat az, hogy gyűjtöd a krediteket, beszkennered a számlákat, mondjuk PDF-ben, amikor elmész egy activity-re, hogy föl tud tölteni, hogy tényleg ott voltam, hogy ezt föltöltöd, akkor elfogadják, akkor tartok egy előadást, akkor azt dokumentálni kell, azt föltölteni, azt elfogadják, hogy meglegyen a kreditem, és ezért még fizessek is. És igazából megmondom őszintén, hogy az első 3 éves ciklusban ott tényleg még az ember kapart, hogy hú, legyen meg a kredit. De hogy belekerülsz ebbe a vérkeringésbe, a következő, sőt már, hogy is van, 13-ban végeztem el, igen, 16, hát az első ciklus végén nekem a 120 helyett 160 kreditem volt. Mert én találtam közben biztonsági hibát, mondjuk Magentóba azért is erkedít, mert tartottam előadásokat, mert jártam konferenciákra, mert olvastam könyvet, mert publikáltam mit én túlt, vagy valami dolgot, nem is tudom már mi volt, meg csináltam kritográfia vizsgát, tehát 160 kreditem volt, és ilyenkor nem az van, hogy oké, 120 kreditet beszámolunk, és megvan 3 éved, és 40-ről indulsz majd, hanem nem, nulláról indulsz. Úgyhogy most a előző ciklusomban azt csináltam, hogy nem is jelentettem le egy csomó mindent, majd most lejelentem. Meg befizettem a 80 dodót, de igazából hosszú távon nekem már nem célom ez a kreditgyűjtőjetés. Egyrészt annyi konferenciára járok, meg annyi dolgot csinálok, hogy a kredit megvan így is úgy is. Ha meg egyszer úgy fog kijönni a lépés, hogy nem lesz a kreditem, akkor igazából szerintem megvanom a vállamat, és elbúcsúzok ettől a kis minősítésemtől. Addigra remélem, hogy lesz esetleg egy OSVE, vagy valami még magasabb szintű gyakorlati vizsgám, ami pentestre sokkal hasznosabb lesz, mert hogy nekem inkább az, ami fekszik. Úgyhogy igen, azt hiszem előbb-utóbb el fog jönni az idő, amikor ettől a CHS papírtól megválok, persze nem fogom kidobni, de nem használhatom majd a CH logót weboldalon, meg névjegykártyán, de azt hiszem, hogy egy OSCP mellett talán ennek nincs is akkora jelentősége. No, hát srácok, ennyi volt ez a mai rész. Egy gyors bejelenteni való, hogyha valaki szereti a marketinget, akkor október 30-án Marketing Expo, ahol ismét kiállító leszek, úgyhogy ha jöttök, gyertek oda a standhoz, pacsizzunk le, dumáljunk egy kicsit, esetleg, és akár vásároltok is. Na, mindegy. Legyetek jók,
találkozunk jövő héten. Sziasztok!